A családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében meghatározott ideig, jellemzően 10 évig az érintett ingatlan tulajdoni lapjára, az állam javára jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be. A házasság megszűnése esetén azonban szükséges a vagyonjogi kérdések rendezése. Akár az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményt is vissza kell fizetni emiatt, ami jelentős, akár 10 millió forintos terhet is jelenthet 3 gyermek és újépítésű ingatlan esetén. Megoldás lehet, ha az egyik fél a gyermekkel vagy gyermekekkel a válást követően is az ingatlanban marad, hiszen ebben az esetben nem adják el a lakást, és a gyermek lakcíma sem változik. Azonban a csokkot folyósító pénzintézetnél jelezni kell, hogy a másik fél a továbbiakban nem lesz támogatott személy, illetve a tulajdonjogát átruházza a csokot továbbivő gyermeket nevelő félre. Az átruházás természetesen történhet kivásárlással is, amihez felhasználható magán megtakarítás, vagy akár lakáshitel, a bankok ugyanis kínálnak kifejezetten tulajdonrész kivásárlására felhasználható konstrukciókat. A babaváró hitel szabad felhasználású, fedezet nélküli hitelkonstrukció, amely a futamidő végéig kamatmentes marad, ha az igénylést követő 5 éven belül gyermeke születik a házaspárnak. Második gyermek születése esetén a felvett hitel tőkeösszegének a 30%-át, a harmadik gyermek megszületésekor a fennálló teljes tartozást elengedik. A kedvezmények egyik feltétele azonban, hogy az igénylőknek házasoknak kell lenni. De mi történik, ha a pár elválik? Ha a házas pár a futamidő alatt elválik, akkor a babaváró támogatás kamatmentessége megszűnik, így a felvett hitelösszeget normál kamatozással kell tovább fizetni, azaz megemelkedne a törlesztő részlet. Ez egy most igényelt támogatás esetén 6,92% kamat lenne. Továbbá, ha nem született gyermek a válásig, a kapott kamattámogatást is vissza kell fizetnie a házas párnak. Az egyik ilyen megoldás, hogy visszatörlesztik a kölcsönt, ebben az esetben egyszer és mindenkorra rendezik az anyagi kérdést egymás közt, azonban számolniuk kell azzal, hogyha a pár bármelyik fele újra házasodik, az új párjával hiába felel meg a jogszabályban előírt bármilyen feltételnek, nem vehetik újra igénybe a babaváró támogatást. Még akkor sem, ha az új pár egyik tagja még nem igényelte a támogatást. Ha a pár nem tudja az igényelt támogatást egy összegben kifizetni, a törlesztés marad az egyetlen lehetőség. Fontos a bank felé jelezni a kialakult helyzetet.